hogy tanulmányozzak a hitüket, megismerjék valójában a mi hitünket. Ideje, hogy megvédjék a hitünket, hogy kimondják az igazságot bármilyen következményekkel járjon is. Sokáig nem mutattunk elég tiszteletet az emberiség iránt. Nem azért akartuk ezt tenni, hogy valaki majd ezt vagy azt gondolja, vagy mondja. Máskor valaki éppen azért nem teszi meg, mert szégyeli magát miatta. Gyerünk, legyenek bátrak! Ettől nem lesznek népszerűek. Nem azért vagyunk itt, hogy népszerűségi versenyt nyerjünk. Azért vagyunk itt, hogy dicsérjük a mi Urunkat, Istenünket, az ő szent fiát, Jézust, Jézus anyját, és kifejezzük tökéletes hitünket a Szentlélekben és a Szentlélek erejében. Én minden nap azért imádkozom, hogy a Szentlélek ereje szálljon le az egész világra, és jól rázzon fel minket. Hogy úgy tegyünk, ahogy Joey Lomangino mondta a minap, mutassuk meg magunkat olyannak, amilyenek Isten előtt leszünk.